Ebben az istállóban végzett az 50 éves fejő növele a megvadult bika még 2017 telén. A 700 kilós állat a fejével legalább négyszer repítette a levegőbe a nőt, aki újra és újra a betonelemekre és a vasrudakra zuhant. A nő belső szervei olyan súlyosan sérültek, hogy a helyszínen meghalt. A tragédia miatt indult perben a tehenészet tulajdonosa lett a vádlott. Az ügyész szerint több munkavédelmi szabályt is megsértett a férfi, és a nőt nem is alkalmazhatta volna állatgondozóként. A bíróság ezért az állattartótelep vezető első fokon 1 év 8 hónap börtönre ítélte, majd a büntetés végrehajtását 3,5 évre felfüggesztette. A férfi viszont fellebbezett, ügyvédjével azt akarják elérni, mentse fel őt a bíróság. Szerintük ugyanis a tehenésző nem mehetett volna a bika közelébe, és azt is mondták, a nő bántani próbálhatta az állatot, azért vadult meg. Az ügyész szerint viszont utóbbira egyelőre nincsen bizonyíték. Hogy amennyiben a sértett bántalmazta és erről tudomása volt a vádlottnak az állatot, akkor miben érhető tetten érhető-e egyáltalán a felelőssége. A vádlott ügyvédje azt akart elérni, hogy a büntetőperben hallgassák meg azt a szakértőt is, aki a fejőnő halála miatt indult munkaügyi perben fogalmazott meg szakvéleményt, csak hogy a bíró ezzel kapcsolatban egyelőre nem hozott döntést. A tárgyalást pedig végül elnapolta, mert szerinte indokolt lehet viszont az ügyön korábban igazságügyi munkavédelmi szakértőként dolgozó férfi részletes meghallgatása. A következő tárgyalásra március 25-én kerül sor.